Now turn up. Kérem, közben aszonypéltás is megérkezett, elvitt gyerkőcöt, ugye elbandáznak egyet nagy kanizsán, aztán most ért haza. Ugye miért is mit csinálnak itthon már, ugye elmentek egyet bandázni. És mit akarok mondani? Megkóstoltattam vele, azt mondta, hogy finom. Ő is azt mondja, hogy finom, pedig nem szereti az energiátokat. Most remélem nem esztek. Hogyan mondjam? Rókakoma. Na, így mondom inkább, rókakoma szaga van. Tehát úgy értem, hogy hányás szaga van. Na. Tehát, hogy mindig azt mondta, hogy hányás szaga, hogy tudom meginni, érted ezt az italt, mikor olyan fú, olyan, mit tudom, ilyen íze van, vagy szaga van. Úgyhogy erre nem mondta. Erre nem mondta. Remélem, azért mondom, remélem nem esztek, aztán nem vettem el most az étvágyatokat. Na figyeljetek, én akkor nekiállok, lefordítom a kamerát, aztán valahogy bütykölgetünk itt. Jó, de előtte még egészségetekre. No kérem, mint láthatjátok, még rajtam van a puvaika. Hát nem akar bemelegedni ez a kecó. És ez a bűnbarlang elég hűvös van még, úgyhogy hát ugye most nem volt begyújtva. Aztán hát az, ez érződik is. Teljes mértékben érződik. Na figyeljetek, ezt a hülyeséget, a dugattyút, akarom mondani, vehetek, kihúzom a kamerát, mert sokszor azt nézem, hogy olyan hülyeséget csinálok, hogy itt bütykölök az elején, és a kamera meg a hátsó rész mutatja. Most megpróbálok odafigyelni. Mindig azt megígérem nektek, ugye? De aztán sose odafigyelek, mert annyira elkap a hív, annyira dolgozok itt, hogy kamerára meg nem figyelek. Na, kicsit csavarhúzó hegyével, oda nézzetek. Tehát nem, rá se nyomom szinte, oda nézzetek. Jön le az anyag. Remélhető, mivel kicsit csavarhúzó vagy, egy fadarabban már megkapom meg én azt, hogy összekarcogatom itt a dugattyúnak a tetejét csavarhúzóval. Na, itt van egy ilyen fadarab, és akkor ezzel megpróbáljuk lelökörni róla. Hát azért mégse ilyen puha anyaggal. Nem a legtökéletesebb még, de én azt mondom, hogy alakul a téma, alakul a molekula. Mindjárt majd megtörlöm, akkor talán szebb lesz szám. Most egyelőre csak ezzel a fadarabbal megpróbálom lenyomatni róla a cuccot. Tehát az a fadarab az valamilyen szinten egy kicsit masszívabb anyag is, mint egy rongydarab vagy valami, de viszont nem sérti össze a dugattyú tetejét, ugyebár. Na, figyeljetek! Jelső nekifutásra, oda nézzetek, betöröltem, egy része lejött. Tudjátok mit? Azon gondolkodok, hogy adok neki még egy adagot, hiszen ráérez itt eledolgozgatni. Hadd dolgozza meg még egy picikét, aztán egyszer csak elfogy róla a maszat. Na, addig félreteszem ezt a kis speciális kaparóeszközömet, és tolok neki még tisztítót. Így oldalról is. Mindenhova. Hát nem itt az asztalon kéne ezzel vacakolnom, tudom, de... Ja, ez van. Van kis tálca kéne neki. Nem lenne rossz. Majd valamit, hát majd időve. De most nincs semmit hirtelen kézni. Meg nem is foglalkozunk ilyen dolgokkal, úgyhogy megy az asztalon, aztán jó van. Na, mit akartam? Még azt akartam csinálni, kérem szépen. Ja, váljtok. Hol van a... Hol tettem ezt a... Itt van, ezt szét kéne bontani. Hát most a káoszér, ami az asztalon figyel, de hát nálam ez már csak így működik. Na, kivesszük belőle ezt a kis műanyag kupakocskát, ugye ez, látok, most se a legjobb, ugye? Látok, még kiebb húzom a kamerát. Úgyis itt dolgozgatok ezen a részen. És akkor ezt a stiftet simán ki lehet húzni belőle, és elvileg ennek a hülyeségnek ki kéne jönnie, ha minden igaz. És akkor ezt kiszedem belőle, akkor ez is megy a mosodába. Úgy jönni. Most azt nem tudom, itt hol van a szimmering? Ja, itt ez lehet a szimmering, ugye? Ő talán. Ott bent egy szimmering. Az bent egy szimmering. Szerintem, hát máshol nem lehet, eleve itt eleve nem lehet szimmering, ugyebár ott látható téma, itt, várjátok, megpróbálom.
ha ki tudnám venni belőle, hát nem tudom, hogy lehet azt annak is, de szerintem a simmering, nem? Aha, ez egy simmering. Azaz. Na mindegy, hagyjuk a francba. Nem erőtetjük. Nem tudom, hogy belefér-e ennek a... Tehát nem nagy vasisz ezt összeszórni. Pillanatok alatt szét lehet szedni, tehát egy ilyen kis fogas, kerekes tengely, vagy Isten tudja, mi a francnak mondjam. Van bent. Beledobálunk minden alkatrészét ide, a benzimet, talán nem marja szét, a műanyag ott bízok benne. Ez meg nem fér bele, megint jó van, ez marad itt kint, ez jó van. Az, tudjátok mit, a micsodát is lehet, hogy el kéne mosnom, azért belevágom ezt a csapszegnek a tűgörgőjét. Hadd szokja az érzést, ugyanis. Van itt még ami elmosandó dolog. Hát és a kuplunkhoz látjátok, megjöttek a rugók, meghozattam. Hát ja, mondjuk ez majd megpróbálom úgy összerakni, hogy jó is legyen, még nem tudom hogyan. Talán sikerülni fog. Hát más egyebet nem tudok addig tényleg csinálni most, hogy elnézem, ennyit tudtam csinálni, ezt a hülyeséget szétszedtem, meg a dugattyú tetejét esetleg majd megdolgozom. És jövök vissza majd, figyeljetek, jó? Most átkenem ezt a mélyfenét, a hengert, belevágjuk egy kis bregecélos fürdőt kap. Kipogónyilás, kipucoljuk rendesen. Ugye elvileg, hát van itt ez a kopás rajt. Hát ugye írtátok, hogy valószínűleg ez még lehet, hogy csak nőni fog, tehát tönkre fog menni előbb-utóbb a henger. Ez biztos, hogy nem jó, hogy itt van, sajnos. Le van koffa a rész. Hát talán egy darabig nálam még kibírja. Persze, mint mondottam, többször elmondtam, nem erdőzni lesz a gép, nekem csak itt szórakozni. Arra meg talán jó lesz, figyeljetek. Ha meg megnyekkenik, akkor nem tudom, mit csinálok, akkor kap egy utángyártottat, vagy valamit. Más nem tudok kitalálni, sajnos ez van. Úgyhogy ugye ritkán lehet kifogni egy olyan frankó gépet. Jó, mert eredeti henger van, hát azt mutattam, hogy frankó legyen. Valami oka van. Hát valószínű, hogy lehet, hogy nem volt ráhúzva normálisan, láthatod, hogy könnyedén levettem róla a hengert. Mármint a hengertalp csavarokat is, és elképzelhető, hogy farsot szívott valahol itt is. Elvileg ugye az okozhat ilyen dolgot, hogy ezt a részt kikoptatta a karburátor felé oldalon. Tehát nem a kipufogó felé, karburátor felé oldalon, sajnos. Na mindegy, figyeljetek, én ezt szépen nekiállok itten, átkenem BGC-ollal, utána kap egy forró vizes fürdőt, meg ugye egyéb alkatrészek is. Hát micsodát nem hozattam. Ezt a gumit, torokgumit, vagy szívótorokgumit, úgyhogy ez marad itt a francba, mármint ez. Ezeket átmossuk, aztán majd valamikor jövök vissza, jó? Annyi haladás történt, emberek, hogy kicsontoztam a tankot, látjátok, teljes mértékben kicsontoztam, és nagyjából nagy vonalakban lekotortam róla csavarhúzóval a nagyját. És hát a benzincsövet is kivettem a francba belőle, mert nem tudom, olyan puha ez a réteg itt, vagy az a rész. Mondjuk menni ment a gép. De annyira puha, meg mit tudom én, lágy. Attól félek, hogy összeszippantja, hogyha nem kap normális, nem tudja szívni rendesen a benzint. Esetleg összeszippanthatja, és akkor nem tudja, mármint a cső átmérőjét. És nem tudja normálisan fölkapni a benzint utána. Persze természetesen ez attól függ, hogy a benzin szűrő az milyen. A benzin szűrője itt van, hát egy kis kosz van rajt, nem sok, nem tudom, ezt szét lehet-e valahogyan patintani, vagy szedni, lehet itt a peremnél ketté lehet venni, vagy mit tudom, nem akarom széttörni. Esetleg kap egy benzin, akarom féktisztítós mosást, meg átfújatom, ezt meglátjuk, mennyire nyomja át a benzint, vagy a levegőt. Hát a mi a fenén, ezen a benzincsövön, itt láttam ilyen fehér, nem tudom mi ez a törés, a guminek a törése lehet-e már? Látjátok, az a fehér rész, lehet, hogy nem az. De annyira rideg ez a külső része, a belső ez lágy, mint az állat, az olyan lágy, mint a fene. A külső rész ellenben tök kemény, meg rideg. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát kicserélem, figyeljetek. Azért áldottam az agyát annak, aki ezt a benzincsövet kitalálta, hogy ekkora benzincsövet tesz bele ebbe a nagy tankba. Hát gondoljatok bele, ugye ilyen kis rövid benzincső.
és ide ki kell húzni a benzinszűrőt. Hát higgyétek el, nem egyszerű. Most az összerakást majd megnézem, valahol volt egy nekem, egy után gyártottam, amit rendeltem meg, be is mutattam, az a hintőporos, vagy milyen, az a fehér, nem tudom, emlékeztek rá, azt nem használtam föl, de viszont ennél föl fogom használni. Annyira rideg itt ez a rész is, és úgy gondoltam, hogy inkább kihúzom a francba belőle, meg körbeforgott itt a furatba, itt, és hát ugye az már nem az igazi. Aztán most visszatérve és visszatételem, vagy az ujjad feltenni, hogyan lesz a legegyszerűbb, nem tudom, de hát megpróbáljuk a lehetőség. Hát ugye láthatjátok, olyan pici helyek vannak, hogy egyszerűen ekkora kis rövid cső, én nem is értem, miért nem lehetett ezt egy 5 centivel, nem sokkal, nem lehet volna több, egy 5 centivel hosszabb cső. És sokkal kényelmesebben ki lehetne venni, meg mi. Lehet, ugye írtátok, hogy van ebből több méret, azt aláírom. De ezt nem tudom, hogy eredeti ez a csőbent, vagy ma utána gyártod, vagy már valaki kicseréte van. Lehet, hogy nem ez volt benne eredetileg, úgyhogy akkor nem mondok semmit. De ki tudja. A többi alkatrész, a kapcsolónak az alkatrészei, meg mit tudom én, itt benne állnak a többi mixembe, amit innen kihaláztam, vezetékeket, minden hülyeséget. Itt a ravasz. Ezeket is át kell mosogatnom majd szépen. A kábelek, a gumituskóval együtt kiholáztam. Ugye meg a kapcsoló kis karocska, vagy ez a rudazat, vagy Isten tudja mi a franc. Ezeket is átmosom majd szépen, amennyire tudom. Na figyeljetek oda, most már közben megkajáltam, megreggeliztem. Ugye oda nézzetek, dolgozik a cucc, szépen pöndörödik fölfele a korom. Úgyhogy addig azért lejön ám róla, figyeljetek, addig megadja magát. Nem egyszerű, harmadik vagy negyedik fújásom ez már, és kotrásom utána persze természetesen, mindig van egy fújás, marás kotrás, és addig látjátok, azért csak leszedi azt a szemetet onnét. Igen, kesztyűt kéne használni, mert ezeknél a szereknél, ja, azt mondhatjátok, igen, azt nem használtam. Na figyeljetek, azt mondjuk például mondtam, hogy majd, opa, közben elborult ez a hülyeség, lehet, hogy meg is kotrom egy picikét, ha már bejelentkeztem, akkor egyenfelne megkotrom. Megnézzük, mennyit hoz le megint. Aztán adok neki még egy adagot, aztán ez remélhető, hogy most már lassan a végleges verzió lesz, mármint úgy, hogy nem az, hogy tükörtiszta, de hát tisztább, nem olyan fekete baszalt dzsúa, ami volt az elején, amit láttátok. Hát ugye én az elején, amikor szétkaptam a gépet, itt hagytam ezt a dugattyút, én erre nyomtam VD40-et, hát mondom, figyeljetek, hadmarja. Hát sokat nem ért neki. Hát, ha egyszerűbb lett volna, akkor fék micsorát nyomni neki ezt a kandalló tisztítót, mert azért mégiscsak azért hatásosabb, mint látható, azért pöndörödik rendesen az anyag dőle. Úgyhogy jó anyag, a műanyag. Na figyeljetek, ezt megpucolom frankon. Most már lassan, hogy elnézem, nem sok minden van rajta, de még azért adok neki egy fürdést. Mármint egy kandalló tisztítós fürdést, aztán onnétok kezdve talán jó lesz. Ja, talán mondom én, de aztán majd ki tudja. Ennek a hengernek is toltam egyet, benn ázik már a cuccba. Lassan adok neki forró vizet is. Aztán oké lesz a téma. Na figyeljetek, letörlöm a tetejéről a dugattyúnak ezt a maszatot. Hát azt nem mondom, hogy full tiszta lett, de oda nézzetek. Egyre jobban csökkennek a koromfoltok. És talán még előbújik a lassan a bakker, a nyilacska. A C-vel szemben volt a nyilacska. Azt hiszem ott már látható, ugye? Na vigyetek, a rázummal ez a valami. Ott a C, az a szemben elvileg ott a nyilacska valahol. Ezt láttuk. Ott látjátok? Az a nyilacska, azt hiszem. Na, ott van. Hoppá! Ácsi. Hát az aljának mindenhova toltam neki. Hát figyeljetek, a forróvizes fürdő majd megoldja. Hát majd valamikor, de még tolok neki így, meg a hengerre is adok, nem sajnálom az anyagot. Megint a blokkoldalak, én már beraktam őket ide a gyerekfürdető tekenőbe. Aztán hadd szóljon, azoknak is majd tolok forró vizet. Egyelőre ezzel fújom be, nem vicsodával. Majdnem azt mondtam, hogy VD40-nel, hanem mi a fenével. Zsíroldó, hideg zsíroldót nem használok most egyelőre, de majd lehet, hogy kell azt is használnom, meglátjuk. Hát igen, a szombat ezzel megy el sajnos, nem tudok mit tenni, de hát ugye, ja, már nem akarom mindig önmagamat ismételni, egyéb okokból kifolyólag ugye nem tudtam semmit csinálni a napokban, vagy a hetekben, inkább így mondom. Na de most, ja,
szépen elpucolom ezeket az alkat, ami cserés, azt kidobjuk, azt félreteszem majd egy kis bödönbe, vagy valahova kidom. Rendezek, hogy pezsek, nem tudom mennyi látszik, próbál megfogni, tudom, te rendezek szépen. Jajjaj, folyik le róla az anyag, nem szeretném lefolyatni róla, hadd marja a cuccot. Szépen fehéredik, buborékok jönnek elő, úgyhogy marja dolgozik. Megpucolom még majd a gyújtását, látható ez is elég dzsúás. Hát igen, sajnos ez a része, ez szerintem, vagy nem tudom mennyi ideig lesz, mennyi ideig pofázok, meg mennyi lesz ebből az egészből fölvéve, meg benhagyva a videóban. Ez erős szó, sajnos építés nincs. A főtengelyünket bedobtam a hűtőbe, a mély hűtőbe, úgyhogy mai nap folyamán nem akarom már kivenni, úgyhogy tehát, amit elmondtam, most megpróbálom azt a technikát, hogy először földobálom a csapágyakat rá, két oldalra, ja így, és nem ezeket persze, és utána megy bele a blokkba. Megpróbálom azt a technikát megvalósítani, hogy hát, ha úgy egyszerűbb, és kaptam segítséget is persze, hogy hogy csináljam, melyik oldalt tegyem bele először a főtengelyt, oldalát a blokkba, és utána melyik oldalat húzassam, hogy csavarokkal összehúzatni szépen. Tehát minden segítséget nagyon szépen megköszönök. Közben mixelek egy kicsikét, hogy közben meg kell ezt mozgatni, ha dolgozza át a csavarfejeket, csavarokat, egyéb alkatrészeket a cucc. Na figyeljetek, majd jövök, ismételtem valamikor. Még itt dolgozik mellettem a vödörbe a cucc, addig kicsit elpakoltam az asztalról. Megnézzük a karburátorját, ugye én hozzá nem nyúltam azóta se, a karburátor javítókészletet nem mutattam. Annak a próbójából sem, mert konkrétan nem tudom, hogy milyen ugye ez a Tillaston vagy Tillaston karburátor figyelben, hogy milyen típusú membránok kellenek, de szerintem alá túrán nem hiszem, hogy nagyon nagy, mit tudom, micsoda lenne, semmi extra szerintem ebben a karburátorban nincs. Na figyeljetek! Kicsit megpucolom rongyal nagy vonalakba, utána meg kéne indítanom a kompresszort, aztán kicsit megfújhatom a kívülről, mert hát jó, annyit megpucoltam most így rongyal, és akkor mindjárt kívülről adok neki egy kis tisztítást. No kérem, kicsit ennyi, és egy kis fújatás, aztán mindjárt, nem azt mondja, csilli-villi, de most azért lehet látni talán valami számot ott, ugyebár? Ja, valami szám oda be van ütve. Nem tudom, így talán látható, ugye? Úgy. És akkor, ugye, az a Tillaston. És semmi más extra. Na figyeljetek! Meg kéne néznünk akkor, hogy kicsit itten közben piszkálom ezt a mélyefenét, hogy dolgozzon a gondolóktisztító nekem normálisan, ne csak pihenjen itt. Megnézzük a karburátorát, bár mondjuk a benzint fölvette, láthattátok úgy, hogy talán a karburátorra nagy problémáink nem lesznek, de hát ugye ez, ja, általában az nem úgy szokott lenni, ugyebár, hogy mindig valami van. Mert indult a gép, csak hát ugye, látom, ez már érdekes egy karburátor, mert elnézem, ja nem, van alátét mindegyik alatt, jó. Azt hittem, hogy már alátét valamelyiken van, valamelyiken nincs, de ezeken még van. Hát a mindegyiken. Jó. Hú, bakker, jó rá van ragadva. Úgy. Aha, lejött az egész. Ó, ez a membrán, ez még oda nézetek. Ez még nagyon-nagyon frankó. Nem is kell. Ha mindegy, most már lejött, jó van. Szépen lejött, nem csesztem szét. Oda nézetek. Ez a membrán még szerintem tökéletes. Tökéletes. Hát jó van, tökéletes körülményekhez képest, de tökéletes. És micsoda? Ugye itt nincsen semmi körülötte, hát most elvileg nem hiszem, hogy odáig föl kéne neki állnia. Mármint föl kéne a kis fülnek lenni, hogy a szintben legyen a tetővel, nem tudom, hogy kezdeket beállítani. Ilyen mérőkém meg nincsen, úgyhogy nem is érdekes ez a fele. De én azt mondom nektek, ez szerintem frankó. Azt tud, kerály. Várjátok, hogy meg kéne, most már szétszedtem. Kicsit át kéne törölni, de hát most szerintem nem kell. Nincs ez semmi probléma. Úgy nézem, itt ezt a kis port,
nem kompresszor, hanem kis rongyal óvatosan letörlöm. Hát ha le tudom. Hát így sikerült kicsit lefújnom róla, de szerintem azért nem annyira durva, mint ami rajt volt. Úgyhogy én szerintem ez így, ahogy van, megy vissza a francba. Nem vacakolunk vele sokat, kész. Nem tudom, hogy volt, hogyan se, de szerintem olyan mindegy. Nincs meghatározva, de így felrakjuk aztán. Oké. Ebben sem is látszok semmilyen koszolódást. Ez a fele, azt mondom, hogy frankó. Ez a karburátor. Azért is ugye ment a gép, azzal nem volt probléma. Ezek a membránok szerintem még, vagy ez a membrán legalábbis ez a fele elég jó, nem ropog, nem zörög. Úgyhogy szerintem ez még jó, nem is hullámos. Vagy cserélték valamikor, vagy még ilyen lett volna, a franc se tudja. Mindegy, az a lényeg, hogy nekem ez megfelel. Én legalábbis első ránézésre, mert ugye a gép elindult, azzal nem volt gond, csak hát ugye furcsa hangokat hallatszott belőle. Furcsa hangok jöttek belőle, inkább így mondom. De nem ezzel volt, nem a karburátor, az nem karburátor gondra utal, de azért megnéztük, hogy tényleg biztos, ami tuti. Nehogy, hoppá, úgy van, csesz szét az ujjadat. Mit akarok mondani, hogy az frankó, mindig ugye rongyal szoktam, hát ugye most rittig nem rongyal csináltam. Hozok egy rongyot, az a tuti. Ha ki is ugrik az csavarhúzó a kezedből, akkor nem cseszed szét a kezedet. Így. Oké. Úgy. Oké. Na, nézzük meg a másik. Ja, itt is négy csavaros. Ez érdekes. Hoppá, közben felesett. Ez érdekes, hogy innét felül is négy csavar, ezen az oldalt is négy csavar, figyel. Ez a baj, egy kicsi csavarhúzón van, de szívesebb pofájuk kéne. Ubake. Hogyan van ez megfúzva? Na. Még különösen pattant, nem tudom, hallottátok-e. De meg van húzva rendesen. A nagy csavarhúzóval. Meglazítom, aztán kicsivel meg folytatom majd. Kitekerist! Hoppa! Hát ez most hogyan gondolták? Ott van fölötte a fül. Nem tudom, mennyire látható. Hát ez, ja, ez érdekes egy megoldás, ezt nem lehet elfordítani. Hát nem nagyon. Ide valami szűk csavarhúzót kell, akkor... Hát ez nagyon hülye helyen van, mit ne mondjak. Hát komolyan mondom, hogyan lehet így ide tenni egy csavart, látjátok. Pont akar a kis fülecske, vagy ez a kis hülye csőrike. Hát, na mindegy. Ezt nagyon elcseszték. Vagy nem tudom, hogy direkte így van. Nem is tudom, az minek a, vagy ahogyan van föl a fűrészen, a franc se tudja most így hirtelen. Itt a gáz, akkor az alul van. Ez az impulzus. Azt hiszem, az impulzus ott kapja. Hát ezen nem merek fordítani, mert szerintem eltörne. Én most neki, amit feszítem, lehet, hogy is el fogom törni a csavarhúzóval, hogyan feszítem most ki. Nem mondom, hogy nem, de hát valahogy meg kell azítani. Hát emberek, ez igen hülye helyen van. Ez nagyon hülye helyen van, mit ne mondjak. Hát... Na, azért sikerült meglazítani. Talán vissza is tudom majd húzni, remélhetőleg. Egy kicsit vihették volna ezt a kis csőrikét egy 2-3 mm-re felém, így mond, erre fel, azt akkor hozzá lehetne férni kényelmesen. De hát jó van, ugye, lehet, hogy speciális megoldás, ennek így kell lenni. Na, csavart ki tudta, nem lehet a csavart se kihúzni belőle, mert akadékban van a csőr. Látjátok, oldalra nem tudok annyit billenteni rajt, talán. Na mindegy, ki tetejét leveszem róla. Na hát, ja, itt már ott látszik egy kis hullám, látjátok. Ja, igen, meg ott egy kis kosz, itt ebbe a kis részben, van egy kis masz, ott látható, ugye? Kis maszad van, hogy az impulzust. Hát elvileg, látjátok, kis esik a csavar belőle. Lehet, hogy valahogy kijönnám belőle. Hát nem tudom kivel, érzek, megfeszül. Jó van, bemarad, aztán kész. Na, tehát ez nézett arra fele, fordítva, nem tudom fölrakni ellenkezőleg. Jó van. Oké, na hát ez a membrán, ez
hát fogjuk rá. Hagy kivannivalót, de azért nem olyan veszélyes. Ja, bakker, ez azért, ja, ne, azt sem mondanám, hogy tökéletes. Oda nézzetek egy kicsit. Vannak be hullámok rendesen. Na mindegy. Nincs, valamilyen javító készletem van. Csak azt nem tudom, az melyik karburátorba való. Hát, ebben van szűrő. Látok, én ebbe szűrőt, várjatok. Hát ezt meg is nézem, mert vagy nagyon bent van, vagy nincs bent. Meg is nézem okuláréval. Hát valami összem van bent, de jó, bele van nyomva, de úgy nézem, hogy tiszta. Látok valami, hol egy facsavar. Vagy egy szög, talán még a szögge ki tudom, ha egyes a szög, akkor ki tudom vele holászni. Aha, ott van bent, látjátok. Most kijött. Hát legegyszerűbb egy hegyes szerszám erre, nem kéten speciális eszköz. Legegyszerűbb egy facsavarra szoktam kihúzni, vagy egy szöggel. Aztán megvan oldva arci helyzet. Na. Hát belül én nem látok koszt. De minden esetre már ő kárul visszatennem a hátulját, lehet, hogy át kell fújatnom egy pöttyöt. És féktisztítóval átjáratni. Hát figyeljetek, lehet, hogy addig le is veszem. Vissza, aztán féktisztítóval én ezt átjáratom, mert az a tuti. Meg az állítócsavarokat, mindent kiszedek belőle, aztán átnyomatom féktisztítóval. Meg lehet, hogy egy kis sűrített levegőt is adok neki, aztán szavasz tavasz. Ez a tuti kerájm. Ha már szétszedtem, más úgyse tudok csinálni ma sajnos. Folytassuk, közben azt mondjuk, hogy Petes jött, azt mondta, akkor tesz föl vizet, forró vizet forralni. Akarom mondani, sima vizet forralni. Na, akkor vissza kiszedegetem ezeket a csavarkákat, aztán mindjárt megnézzük, hogy átnyomatom rajta. Mi a fenét? Hát nekem mi a feném nincs, ugye? Jó, megmondom, mi a fene, izé, azt mondják, hogy is hívják. Tehát ez a mosó, nekem olyanom nincs. Véletek, kiveszem a micsodát a tűzszelepet is belőle, aztán jó van. Így. Mert akkor normálisan át tudom micsodázni. Jó, megmondom én, szókincsem az van dögivel. Át tudom mosni a cuccost. Na, kint van minden alkatrész, meg még a két beállítócsavar. Hogyan is van? Ez az L, ez akkor a H, ugye bár, hát nincs odaírva, de gondolom, hogy akkor az lesz az. Mindjárt kiveszem az L csavart. És mindegy, mennyire volt állítva, különösebben engem nem érdekel, majd is beállítjuk, hogy ha odáig eljutunk valamikor, hogy indítási állapotban lesz, akkor egyre kihúzom elsőre, vagy másfélre, aztán onnét próbálunk meg valamit kihozni a dolgokból. Tehát ezt nem tudom, hogy ez az L csavar, ezt föl is írom, hogy szoktam ide az asztalra, fölírom egy L, és akkor oda vágom a csavart, úgy. És akkor a H csavart is kikapom belőle. Az érdekes, hogy az nincs jelölve. De egyforma látom a két csavarhely. De nézzétek oda csak az L. Ott az L. Látjátok? A H, az én nem látom a H jelölést. Tehát érdekes, hogy csak az L csavar van jelölve. Mindegy. A H csavart viszont erre az oldalra teszem. Oda is ráírom, hogy egy H betűt ideírok, azt a szavasz, tavasz. Ugye nagyon nagy lehetőség nincsen, mert el van meg hálégnél negyiket megjelölni, ugye mondhatnátok azt természetesen. A tengelyt nem veszük ki. Egyre marad így minden. Ide félretesszük az alkatrészeket. Aztán hozok egy kis féktisztítót. Így. És akkor átmossuk a dolgokat. Úgy, az állítócsavaroknál is nyomunk bele. Érdekes, hogy visszafele tolják az anyagot, nem befele megy. Na, jó, megvan. Az meg oda megy be. Aha, ide. Ott jön át, jó van. Csak azt néztem, hogy hol jön át a tudsz. Ó, de franca. Úgy, nézd, szépen dolgozzanak. Ezeket az állító csavarkákat is egy kicsit átnyomjuk, meg sose lehet tudni, mi van a... Javajatok, most nehogy összekeverjem. Kicsit átmoshatom, moshom.
Visszatesszük az el... Közben ez a hülyeség meg a benzin meg lemarjám az írást az asztalról, ugye? Nem baj. Nincs ezzel semmi probléma. Úgy, ennek is adtunk egy kis adagot szépen. A hegyét is áttörölgettem, de találtam. Még kis kosz marad rajta. Hát ezekkel... Ja, még itt ezt a micsoret ki kéne mosatnom. Úgy van egy kis maszat. Por. Ugye ez a micsodából jön elvileg, nem tudom hogyan került oda bele. A motorból, az impulzusnak a cucca. Jó. Hát ez a membrán, ez meg ilyen amilyen, most nem tudok vele mit csinálni, nincs itthon szerintem. Még egyszer rendeltem valamelyikhez, azt nem tudom, hogy miért. Közben egy kiveszem a mondjuk a benzinszűrő, azt szerintem. Opa, állj meg! Hogy elveszél nekem. Úgy. Azt akarom mondani közben a... Letörlöm az asztalt.